Sziasztok! Itt vagyunk a Góbi-sivatagban, egy hatalmas szorosban. Úgy hívják, hogy Jolinám, ami igazából egy jégszoros, de nyilván így a nyár közepén sajnos nincs benne jég. Viszont akkor is lenyűgöző lehet, hiszen így is az. Úgyhogy beszéljenek helyettünk a videók. Nem férek el tőled. Felhívom át, hogy innen. Góbi-sivatag után Ulaanbaatar felé vettük az irányt, bementünk Ulaanbaatarba, de hát nem egy szép város, úgyhogy hamar ki is jöttünk, ráadásul a forgalom az valami katasztrófa, és büdös van mindenhol, nem volt egy nagy élmény. Most pedig elindultunk Irkutszk fele, itt eltöltünk egy pár napot az északi részén Mongóliának,
és ez az útvonal, a főút, az autópálya, Ulaanbaatar is egy elég nagy város Irkutszk között. Kezdenek kaotikussá válni a főúton az állapota. Konkrétan 5 autót számoltam, ami nem tud tovább haladni. És beragadt a sárba, már elhagytunk párat. Itt vannak a következő delikvensek. Azt nem tudjuk, hogy hogy fognak innen kijönni, de személyautóval ez nem játék. Nincs összkerékbe vagyunk. Ilyen, amikor esik egy kis eső Mongóliában. Csak egy pici, nem sok tényleg. Megint valami vicces furcsaságnak lehettünk a részesei, mert nem indult az autó, úgyhogy elkezdtem végigellenőrizni, hogy mi lehet az, ami okozhatja ezt. Kizártam egy-két olyan dolgot, amiről nem beszélhetek, mert titkos, és eljutottam odáig, hogy az indítómotorval van valami zavar, és kiderült, hogy nem az indítómotorral van a gond, hanem a kábellel, hogy mi ez. Ez most a kulcs, ami elindítja az autót. Az a lényeg, hogy itt benyúlok, úgyhogy ez rá van csatlakoztatva, hozzáérintem a negatívhoz, behúzza a mágnes, és utána összeérintem a negatívot a pozitívval, miközben rá van kötve az akkumulátorra a kábel, és akkor elindul az autó. Hogy kell elindítani egy autót? Felrakod a gyújtást, rárakod a pozitívra a bika kábelt, a másik végét a bika kábelnek rárögzíted a kulcsra. Benyúlsz az indítómotorhoz, behúzza a mágnes. És... leveszed! Nyomás! Igen, beleejtettem a villáskulcsot. Olyan helyre, ahol egyrészt nem is látom, másrészt a látnám se tudnám kiszedni. De azt elfelejtettem egyébként is említeni, hogy ezt nem én találtam ki, ezt a módszert, hanem édesapám, mert én rohadtul nem értek hozzá, csak végrehajtom a parancsait. Úgyhogy nem az én érdemem, hogy tovább tudunk menni. Zsófi pacikol. Ne tolass vele! Ez egy kicsit vadapló. Igen? Hát mind akkor... Mindössznünk ötár, mindössznünk. Igen. Mindössznünk ki volt bajrárost. Na jó, van, csapassad! Paci! Ne kucsisd, hogy ástál!
Nos, úgy döntöttünk, hogy tovább megyünk Oroszországba, mert ott lesz valószínűleg normális szervíz. Ez azt jelenti, hogy meg kell tennünk 400 kilométert, és át kell jutnunk egy határon. Úgy, hogy az autót csak ilyen trükkösen tudjuk elindítani. Így döntöttünk, megyünk. Ami készül a vacsora, ami tészta, és egy kis finom leves, a la Zsófi, addig összefoglaljuk, hogy mi történt eddig Mongóliában. Megérkeztünk Mongóliába, pár napot a szervizben töltöttünk, majd felmentünk északra az Üregnur nevű helyhez, ami egy gyönyörű szép tó, és onnan elindultunk délfele, megcélozva a Gobit. Kicsit eltévedtünk, és az Orkon völgy helyett az Orkon vízeséshez érkeztünk meg. Nem onnan, ahonnan a legtöbben mennek, hanem föntről egy völgyből. Ott volt a sok vízátfolyás, a folyóátkelések, amiket megúsztunk szárazon, majd a Gobi fele sikerült elsőjesztenünk krokodilt. Két napig tartott, míg kiszállítottuk, így vesztettünk annyi időt, hogy nem tudtunk mindent megnézni Mongóliában, de azért lejutottunk a Gobi sivatagba, megnéztünk egy gyönyörű szorost, és elindultunk északnak Ulánbátor fele, és most itt vagyunk az orosz határnál. Kalandos volt az út, mert a mongol utak nem léteznek, hol van aszfalt, de inkább nincsen, és jelenleg itt északon elég sok eső esett, ahogy láthattátok, folyamatosan csúszott az autó, rengeteg autó elakadt, rengeteg autó tönkre is ment, óriási sártenger, és alig lehet haladni. A mongolok egyébként nagyon kíváncsi nép, eddig még mindenhol odajöttek hozzánk, benéztek az autónkba, behajoltak, fogdosták a cuccainkat, odaültek hozzánk, szóval így a privát szférát nem nagyon ismerik, és egyébként nem túl barátságosak, de ártalmatlanok. Mongólia gyönyörű, visszajövős hely, nagyon tetszik mindkettőnknek, főleg a természet, meg az, ahogy az emberek harmóniában élnek az állatokkal, és a növényekkel is mindennel. A mongolok nagy része, aki nem a fővárosban, Ulánbátorban lakik, jurtákban él, és igyekeznek önállátóak lenni. Ez abban merül ki, hogy állatokat tenyésztenek, kecskéket, jakokat, szarvasmarhát, lovakat, és a többi élelmet pedig a helyi kisboltokból igyekeznek beszerezni. Ezekben a kisboltokban egyébként nem túl nagy a választék, például sajtot szinte alig találni, ahhoz képest, hogy mennyi marha meg kecske van. És a húspaletta se túl színes, de a mongolok igyekeznek maguknak csinálni a húst, amit hűtő hiány a föld alatt tárolnak. Jelenleg itt vagyunk ugye a határnál, 300 kilométeren belül van Oroszországban a szervíz. Remélhetőleg nem kell sokszor leállítani az autót a határátkelésnél. Hallottunk olyat is, hogy 7 óráig tartott az átkelés, hallottunk olyat is, hogy másfél-két óra, úgyhogy reméljük szerencsénk lesz.